egy mai modern kapcsolatban, főleg egy kislányjal, az anyjával szemben nem szabad, hogy legyenek tabutébák. Én úgy érzem, hogy a gyerekek ilyenkor azért lesznek picit visszahúzódóbbak, mert tartanak attól, ha a szülőknek bizonyos dolgokat elmondanának, amit szeretnének, és a szülő azt nem tartja jónak, mert a tapasztalata azt mondja, hogy ez nem jó, vagy még ez nem való neked, kislányom, akkor megpróbálja visszatartani. És mennyire vagy kritikus a barátaival szemben, vagy ha ne adj Isten, feltűnik körülötte valaki, aki fiúk, már udvarol? Fiúk még nincsenek, lányok vannak, nagyon sok lány barátnő, és nagyon kritikus vagyok. Próbálom magam visszafogni, nem könnyű, hiszen azért... Erről mindennapos téma nálunk otthon esténként a Robival, hogy hogy viselkedjünk úgy, hogy normális maradjunk. Ő is nagyon aggódós, én is. Ő sokkal jobban félti már most a lányát a jövőtől. Tinédzser, dúl benne a hormon, változik, nőc is. A fiúk hál' Istennek még nem érdeklik, de már most fel kell arra készülnünk, hogy biztos, hogy fogják érdekelni, hát mutatós kislány, már most jönnek, mennek körülötte, tehát már konkrétan vannak, akikkel nap mint nap beszél, és mindig mondja, hogy de fiúként nem érdekli őket még.